Sziasztok, én Rózsás László vagyok, az Axial Kft. Építőgép ipari üzletágán dolgozom, és a mai napon egy új márkát szeretnék nektek bemutatni, ez pedig nem más, mint a Schaeffer rakodógép. Hát ez annyira friss még ez a márka, hogy néhány héttel ezelőtt jelentettük be a kizárólagos forgalmazást. Úgyhogy mielőtt belecsapnánk a gépekbe, egy picit szeretnék beszélni nektek a márkáról. Mit érdemes tudni ezekről a gépekről? Hány darab gép található a szériában? Mi a nagy előnyük a hagyományos teleszkópos gépekkel szemben, és akkor utána egy-két gépről is beszélnénk. Tehát ahogy látjátok, nem is egy, hanem rögtön három géppel készültünk nektek a mai napon. Magát a vállalatot 1956-ban alapította Heinrich Schaeffer, a mai napig családi tulajdonban áll a vállalat. Kezdetben homlokrakodókat gyártottak, és a 70-es években gyártották le az első derékcsuklós rakodógépet. Innentől kezdve mondhatni, hogy ívelt a cégnek a népszerűsége. A 80-as években már az építőipari szériára is gyártottak gépeket. Jellemzi a Schaeffert az innováció, tehát mindig egy lépéssel a versenytársak előtt jártak. A 90-es években megalkották az első teleszkópos derékcsuklós rakodógépet, és néhány évvel ezelőtt pedig szintén az elsők között megalkották az első elektromos hajtású derékcsuklós rakodógépet. A Schaeffer kínálatában 38 darab rakodógép található, ebből 22 darab kifejezetten mezőgazdasági szériás gép, 16 darab pedig az építőiparba készült. Az építőipari gépek sárga színűek, piros színnel pedig a mezőgazdasági szériás gépeket látjátok. Azért is kellett szétválasztani a két szériát, mert az építőiparban nagyobb az igény, egy picit robosztusabb, erősebb gépekre van szükség. Más egy picit a gémszerkezete az építőipari gépeknek. Ami a Schaeffer gépeknek a nagy előnye, mindenképpen érdemes kihangsúlyozni, az az egyedi alváz. Minden egyes típushoz egyedi alvázat készített a Schaeffer, illetve a gömbcsukló például a derékcsuklónál, ahol csatlakozik, az egy karbantartásmentes gömbcsukló, illetve a fékrendszer is zártan fut a hídban. Tehát ügyeltek rá a Schaeffer mérnökei, hogy minden egyes pont minél strapabíróbb legyen, hosszabb élettartalmú. És ha már itt állunk a 46-70-es típus mellett, akkor erről szeretnék egy pár szót mondani nektek. Ez egy középkategóriás rakodógépnek számít, 3,5 tonnás a gép súlya, és a gépnek talán a legérdekesebb pontja ez a Z-kinematikájú gémrendszer. Azért Z-kinematika, mert hogyha oldalról nézitek, akkor az emelő és a billentő munkahengerek lényegében egy Z-alakot írnak le. Ennek az a szerepe, hogy az alsó emelési tartományban nagyon nagy felszakító erővel rendelkezik a gép, a felső emelési tartományban pedig nagy emelési kapacitása van a gépnek. Hogyha szembe állunk a géppel, akkor látjátok, hogy a gémnek a kialakítása az egy kupos kialakítás, felül keskeny. Ennek a nagy előnye az az, hogy jól kilát a gépkezelő a munkaterületre, alul pedig szélesedik a gém, ezáltal sokkal stabilabb, erősebb lesz a gép. Mit is jelent az, hogy stabil, erős a gép? Tehát, hogy említettem is, 3,5 tonnás ez a gép, és 2 tonnát meg tud emelni raklapvillával egy kamion platójára, ami egy elképesztő szám szerintem. Ebben a kategóriában lényegében egy verhetetlen ez a típus. És hogyha a gémtől haladunk lefele, akkor azért érdemes megnézni, milyen szépen elegánsan vannak kivezetve a hidraulika tömlők is, nem lógnak ki, nem hajolnak ki, nem akadnak bele a munkaeszközbe, illetve a munkaeszköz rögzítés is már hidraulikusan történik, a gépkezelő kényelmesen, egyszerűen tudja nyitni, zárni a munkaeszközt, tehát hogyha egy mechanikus munkaeszközt kell cserélni, nem kell kiszállni a gépből. A Schaeffer munkaeszközöknél megfigyelhető, hogy 2 darab rögzítési pont található. Ez azért van így, hogyha szeretnénk egy picit másfajta dőlésszögbe állítani a munkaeszközt, akkor erre lényegében lehetőségünk van. Így attól függően, hogy milyen felhasználási célra használjuk az adott kanalat, tudunk változtatni. És ha jövünk egy picit hátrébb, akkor érdemes megnézni a gömbcsuklós, a derékcsukló részét a gépnek. Ez egy karbantartásmentes gömbcsukló, nem igényel napi karbantartás, zsírzást, mint sok más konkurens típusnál, ezáltal itt is minimalizálható az, hogy bekerüljön a por, szennyeződés, egyéb nem odaillő anyag. A géphez, hogyha hátra jövünk, akkor mindjárt megmutatom nektek a motorteret.
Ebben a gépben egy 51 lóerős Kubota motor található, ez is már megfelel a legújabb emissziós normáknak, tehát DPF szűrővel szerelt. A kisebb Schaefer gépek azok Kubota motorral szereltek, jól bevált üzemanyagtakarékos motor. A nagyobb gépek 5-6 tonna fölött pedig már Deutz motorral szereltek. Ha egy picit tovább megyünk, akkor benézhetünk a gép fülkéjébe. Megmutatom nektek. Nagyon egyszerű, könnyű a belépés, szélesek a fellépők. És hogyha bepillantotok a kezelő szervekre, akkor igazából rögtön szembe tűnik, hogy nagyon letisztult, egyszerű a formavilága a kezelőfelületeknek, minden jól hozzáférhető, és hát azt mondanám a Schaefernél, hogy a kevesebb néha több, tehát nincsen telepakolva fölösleges elektronikával, olyan fölösleges funkciókkal, amit nem használunk ki, de ugyanakkor benne van minden olyan fontos biztonsági dolog, kényelmi funkció, ami ahhoz kell, hogy hatékonyan és kényelmesen tudjunk dolgozni a géppel. Ilyen például a High Traction Force funkció, ami nem más, mint egy automatikus tolóerőszabályozás. Tehát ugye a gép érzékeli azt, hogy ha éppen dolgozunk, nagy erőt kell kifejteni, akkor visszavált egy első sebességi fokozatba, úgynevezett teknős módba. Amikor pedig menetelünk a géppel, akkor folyamatosan fölvált nekünk a gép. A joystick egy univerzális joystick, tehát megtalálható rajta a menetirányvezérlés, a kihelyezett körvezérlés, nagyon jó a kézre áll, beállítható, légrugós az ülés, és hát a fülke is úgy került kialakításra, hogy 360 fokban rálássunk teljesen a munkaterületre. És ha már itt van mellettünk ez a szép nagy gép, én javaslom, nézzük meg a teleszkópos testvérét is. Ez pedig a 6680T típusra hallgat. A Schaefernél 4 és 6 méteres emelési magasság között érhetők el a teleszkópos rakodógépek. Ez a 6680T, ez egy 6 tonnás rakodógép. Körülbelül 2,4 tonnát tud megemelni. Nagyon szeretik az állattartásban ezt a gépet, illetve mezőgazdaságban is. A gémszerkezetet, hogyha megnézitek, feltűnhet, hogy egy körülbelül fele akkora a gémszerkezete, mint egy klasszikus teleszkópos gépnek. Ez azért is jó lényegében, mert sokkal kisebb a gémre ható terhelési erő, sokkal tartósabb ez a fajta gémszerkezet, illetve egy úgynevezett ferroform kopóelemekkel van szerelve, ami egy nagyon ellenálló kopóelem. Lényegében elég egy teflon zsírral lefújni a gémet, nem kell külön zsírozni, nem igényel nagyobb karbantartást. Ebben a gépben már hidraulikus hajtású ventilátor található, tehát lényegében akkor hűt, amikor szükséges, illetve opcióként elérhető hozzá a ventilátor forgásirány változtatás is. Hogyha egy picit közelebb megyünk a gép fülkéjéhez, akkor látni fogjátok, hogy ennek a gépnek már egy sokkal tágasabb, sokkal nagyobb fülkéje van. Ez egy úgynevezett silent cabin, további hangszigeteléssel van ellátva, illetve tényleg egy nagyon jó rálátást biztosít a munkaterületre. A nagyobb teleszkópos gépek már Deutz motorral szereltek, hát megmutatom nektek a motorteret itt is. Tehát könnyen kinyitható, jól hozzáfértek itt is a napi karbantartási pontokhoz, megfelel már szintén a gép a legújabb emissziós normáknak. Pocsújjal még további szerelhető a gép, tehát ha szükséges még a nagyobb emelési kapacitás, akkor ezt lehetséges rendelni a géphez. És hogyha picit közelebb jövünk a fülkéhez, akkor mindjárt be is tudunk ülni, és akkor meglátjátok, hogy tényleg egy milyen tágas fülkéről van szó. Itt már be van integrálva a joystick a könyöklőben, ugyanúgy elérünk minden fontosabb funkciót a joystickról, kihelyezett hidraulikakört, gémemelést, gémkitolást, illetve a gépben található egy flow sharing funkció is. Ez egy olyan szelep, ami megosztja az olajáramlást, ezáltal egy időben tudjuk a gémet emelni és tolni, tehát ezzel is egy jelentős időt tudunk spórolni a munkavégzés során. És lényegében itt is a körbenéztek, minden kapcsoló kézre áll, praktikus, tehát jól, abszolút jól kezelhető a gép.
Hát első körben ennyi szerettem volna nektek mondani a Schaefer rakodógépekről. A jövőben tervezünk bemutatókörutakat a gépekkel, úgyhogy tehát szívesen várjuk az érdeklődőket. Addig is az Axial weboldalán megtaláljátok az egyes típusoknak a részletes leírását, illetve az illetékes üzletkötő kollégák elérhetőségeit. Úgyhogy várjuk mindenkinek a megkeresését. Köszönöm a figyelmet!